Egyre több állat él remélhetőleg átmenetileg a takarodó úti menhelyen. A kezelésükhöz szükséges gyógyszerek azonban fogytán vannak. Fecskendőkre, antibiotikumokra, szemcseppekre lenne szükségük, hogy betegségeiket kezelni tudják. A leggyakoribb az egyértelműen egy felső légúti megbetegedés, amit kenelkőgésnek hívnak. Nem véletlen, hiszen ez olyan állatoknál fordul elő, akik nagyon nagy számban vannak kis helyen tartva. Ezért a menhelyeknek ez az egyik legalattomosabb betegsége gyakorlatilag. Ez az, amivel a legjobban küzdünk, és ehhez rengeteg és nagyon erős antibiotikumokra van szükségünk. De ezen kívül gyakorlatilag a teljes spektrumon megfordul itt a betegségeknek, hiszen a legkülönbözőbb helyről kerülnek ide állatok hozzánk a menhelyre. Közben zajlik a decemberi betörés kapcsán keletkezett csaknem 400 ezer forint összértékű károk elhárítása. A korábbi felhívásnak köszönhetően sokan segítettek a bajban. Cégek, illetve magánszemélyek küldtek pénzbeli és tárgyi adományt. Az árakat már kicserélték, de az orvosi részleg rendbetétele még hátra van, mivel itt egy egész falpanelt kell kicserélni. 44 ezer forint értékben jött fel ajánlás kifejezetten ezekre a javítási költségekre. Hát ugye első körben az önkénteseink az esős dolgokat azt megcsinálták, hiszen volt olyan ajtó meg ablak, amit nem is lehetett használni, de attól félünk, hogy lesz még olyan ajtó is és ablak is, amit teljesen ki kell cserélni, ami azért nem egy kis költség lesz. A felújítási munkálatokon túl azonban egyéb munkája is akad az állatotthon gondozóinak. Közel 230 állat várja itt a menhelyen a gazdáját. Az utóbbi napokban a petárdázások miatt még inkább megszaporodott a létszám itt a Herosz takarodó úti menhelyén. A kezemben lévő közel 10 éves Sibyl is várja, hogy érte jöjjön a gazdája. Az állatotthon folyamatosan fogadja a megkereséseket a 0622 379 374-es számon, de érdemes szétnézni a Herosz honlapján is, hiszen ott fényképpel együtt közölnek információkat a gazdájukat váró állatokról.